Kiss FM Podcast. Zajlik a Pilinszky 100 nevű évfordulós esztendő, és ez már több helyen is elhangzott, ez így a kultúrában mindenféle módon élt egész évben, így a zenében is. Ezúttal ismét vendégem Orbán Ferenc, az Evilági Zenekar frontembere, mondhatom. Szia, Isten hozott! Nem tudom, mennyire front, de embere törekszik lenni. A zenekar képviseletében, persze, mint az már néhányszor megtörtént mi nálunk, nem maradtatok le a Pilinszky 100-ról az Evilágival sem. Az eszünkbe jut mindannyiunknak, hogy ez egyfajta tiszteletadás. Nem kényszerből lett egy vers kettő feldolgozom. Pilinszky szövegekkel korábban is foglalkoztatok. Hogy álltatok hozzá ez az új dalhoz, ez az évfordulós 100 éves történethez? Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket is ezek szerint. Való igaz, a versenyeknés az Pilinszky jó voltából került napirendre az én életembe, és ugye ennek a leginkább gyümölcsöző megvalósulása az Evilági elmúlt 10 éves történései. Már az első lemezen is felelhető egy olyan Pilinszky remek, amit az elmúlt 10 évben szinte minden felnőttes fiataloknak szóló koncertjeinken játszunk. A Vártemplom csodája címet kapta anno Szentgyörgyi vonatkozásban, és tekintettel arra, hogy ilyen meghatározó az ő munkássága mi zenés életünkben, ezért szerettünk volna mi is egy-két különlegességgel adózni eme nagy költőnk munkássága előtt, így tavasszal az Egy szenvedély margójára című vers énekelt változatát rögzítettük akusztikus ilyen kamara hangzással, amivel úgy tulajdonképpen játszottunk az elmúlt időszakban. Ennek készült egy videoklipje, és most az év végére pedig tekintettel arra, hogy a következő években törekszünk a felnőttes műsorainkat megfűszerezni egy kis erőteljesebb hangzással, akár torzított gitár jelenlétével, így a Ne félj című verset rögzítettük az említett dinamikus, erőteljesebb változatban. Ezt kínáljuk most a kedves hallgatóknak. Amikor egy zenekar neki megy egy szövegnek, először, hogy még múltkor is mondtad beszélgetésünk során, te neki mész, vagy más neki megy, akkor ezt azért mégiscsak zenekari hangzássá kell alakítani. Ez a fajta Pilinszky féle, azt kell mondani, hogy időnként düh, vagy vergődés, vagy akármilyen érzelmi világot is járunk be. Sokszor ott van benne a tehetetlenség is, vagy azért kimondja magából a nagyon őszintét mindig, mint minden más költő is egyébként, de ez zenében megfogalmazni azért, és mondjuk helyes zenét hozzá lepattintani a kottára, vagy akár ami a fületben megy, abból kiválasztani egyet. Ez hogy is történik meg, hiszen jó tudjuk, hogy minden költőnek van más egyedi hangja. Bár majd, hogy nem kottára van vetve a lelkük, ha lehetne így fogalmazni. Ez esetben hogy történt ez meg Pilinszky esetében? Ugye a Ne félj című vers, amiről beszélgetünk, az a legújabb Pilinszky dalcsokorból való, tehát a legfrissebb, pár éves lehet körülbelül. Általában ezek egy szál hangszer kíséretében születnek meg. Évelején a Magyar Kultúra Napi alkalmából, ugye a Pilinszky emlékév indításaként egy kis Pilinszky műsorral kedveskedtünk és adóztunk a költő irányába. Ott akusztikus megszólalásba először játszottuk felvételre, ugye akkor még a karanténos internetes koncertek dukáltak, tehát nem lehetett élőbe játszani. Így felvettük ezt a nótát, és utána visszahallgatva rájöttünk arra, hogy tetszik, de ebből az erő azért hiányzik. Az az erő, ami ott lappang a versben, az a különleges hangulat, ami Pilinszkyre amúgy is jellemző, de ebbe a versbe aztán tényleg hatványozódik. És így jött az ötlet, hogy próbáljuk meg nagy zenekari hangzással, egy erőteljesebb, egy torzított gitárosan mondhatni, egy ilyen rokosabb világgal megszólaltatni, és ez lett a végeredmény. Egy kicsit még számokról beszéljünk, hiszen itt egészen fontos, hogy miért is 2021-ben került erre sor. Ha már a hétvégére nézek, ott van a piros dátumok között egyébként Pilinszky születésnapja. Ez mennyire írtátok be magatoknak? Eléggé beírtuk, és igazából a premiért azt ide törekedtünk időzíteni, de tekintettel arra, hogy párhuzamosan elkezdődött egy másik alkotásnak a megszületése, igazából a felvétele, ezért úgy döntöttünk, hogy nem várjuk meg az évfordulót, hanem mindenképpen a hetén beszélünk, és próbáljuk meg eljutatni a kedves közönséghez a Ne félj című dalt.
amikor a szöveget nézzük, vagy ennek a versnek a szövegét nézzük, maradjunk még egy picit az alkotásnál, elsősorban érzések jönnek belőle. Jön egyfajta, nem azt mondom, hogy divatos szóval frusztráltság belőle, de azért van az is talán benne, mégis kikiáltja magából. Ezért ez a rokkosabb, ha lehet így mondani, székely terminussal hangulat a dalban? Mindenképpen adta magát a hangszer bővítés a saját életemben is, ugye múltkor is említettük, hogy egy Telecaster becsöppent az életemben, tehát ezek úgy adják magukat, úgy annyira nem tudatos tervezés, hanem van az eszköztár, és azokhoz nyúlunk. Ugye az év elején még nem volt Telecaster, egyértelműen az akusztikus gitáros változat, amit nem éreztünk annyira a szöveghez képest erősnek. Ezt felülírta, hárman megbeszéltük, hogy akkor lesz egy ilyen változat, és igaz, ezt a dalt négyen rögzítettük. A szöveg az kihozza általában azt a fajta világot, ami zenébe is meg kellene jelenjen. Nem mondom azt, hogy nem tudnám elképzelni ezt a szöveget akár egy zongora kísérettel sem erősnek, tehát egyértelmű, hogy előadó, alkotó előadó harmóniája teremti meg a létjogosultságát, mm-hmm. hogy egyáltalán van-e értelme a különböző formáknak, különböző viszonyoknak. Mi úgy érezzük, hogy ez találóbb a dalhoz, legalábbis a mi eszköztárunkhoz képest találóbb ez a változat. Igen, és persze mindig szeretne az ember benézni a konyhára, benézni a színfalak mögött, mi zajlik. Ugye, amikor egy alkotás készül, akkor van egyszer piszkozata, majd aztán verziók, változatok születnek belőle. Hogy voltatok ti ezzel, Ferenc? Ilyen szempontból kellett-e újra venni, módosítani, tehát lett-e ilyen jó kis jegyzetfüzetté az első terv, ami meg volt nektek? Tényleg újra kellett-e venni ilyesmit, újra gondolni esetleg basszusokat? Volt erre példa a dal esetében? Igen, fecseghetünk titkokat, amúgy nekem az jutott eszembe a felvetés kapcsán, hogy kis lakásban élünk, és minduntalan lomtalanítani kell, és kezembe akad mindig paksamírták, hogy mit tudom, melyik gyereklemeznek a jegyzetei, és akkor ilyen paksamírták, így egy-egy gyereklemez, vagy bármelyik lemez, és nincsen szívem kidobni őket, mert gondolom én azt, nem biztos, hogy ez az ideje fog érkezni, hogy valamikor majd leülök, és ezeket szépen végiglapozgatom, így elnosztalgiázok, hogy annak idején hogy is születtek a dalok, vagy legalábbis hogyan történt azoknak kidolgozása, meg felvétele. Ezzel a Nefély dallal kapcsolatban ugye bevett szokás azok, akik nem jártasak benne, mondjuk nekik, hogy általában a ritmus szekciótól építjük fel a dal felvételét, tehát először a dobok kerülnek föl, majd utána jön a basszus, jönnek a harmónia hangszerek, jön ének is, és ugye általában a szóló hangszer a végére kerül. Volt egy megálmodott lüktetése, és azzal rögzítettük, és Pál Gáborral fel is vettük, és kiderült, hogy amikor elkezdtük rápakolni a basszus meg a gitárt, akkor úgy ledobta egy kicsit magáról, úgy nem nagyon passzolt össze, és talán mondhatni első alkalommal történt meg az, hogy már benne voltunk jócskán a felvétel készítés sűrűjében, és visszamentünk a kezdetekig, és a dobba a bizonyos grúvokat lecseréltünk. Tehát éppen ezzel a dallal történt ilyesmi, úgyhogy beletrafáltál a kérdéseddel. Ahogy mondtad, ez tényleg rokkosra sikeredett, és értem azt, hogy sok munka volt benne. Már egy kicsit rászoktál erre a Telecaster gitárra, és úgy néz ki, hogy most már lassan minden költő az áldozatává válik. Mennyire ígéret ez igazából első körben, erről kérdezlek? Teljesen jogos a kérdés, ugyanis a következő évet úgy tervezzük, hogy egy kortárs énekelt verses műsort fogunk összeállítani, aminek meghatározó része lesz ez a hangszer is, meg természetesen a zenésztársak hangszerei is. És ilyen szempontból valami majd mindig fogja vinni a prímet, nem kell azt gondolni, én úgy látom, legalábbis azt hinném, hogy nem kell azt gondolni, hogy mindegyiket mondjuk a te gitárod fogja túlságosan dominálni. Mennyire van ennek veszélye egyébként? Persze. Ha rajtad múlna? Tudjuk ezt, ugye felvételt is készítünk, tehát bejön valami új kütyű, akkor ezt elkezdjük túlhasználni, azért próbáljuk azért ezt egészségesen kezelni, nem feltétlenül akarunk rockzenekarra előlépni, ámbár szeretjük a műfajt, úgyhogy szinte minden műfajt szeretünk játszani,
mondjuk azt, hogy jelen esetben körülbelül az az elképzelés, hogy fele-felébe lenne akusztikus és elektromos a műsor. Elképzelhető ez egy produkcióban például, hogy mondjuk így váltogatjátok, technikailag gondolom, hogy nehéz beszerelni, és mindig akkor nem túl hosszú, mondjuk ilyen kínos szünetet tartani, vagy hangszert váltani ennetszer egy produkción belül. Várható-e az, hogy például ez koncerteken is majd akár összenő a két út egymással? Ezt már ki is próbáltuk az idén, ugyanis a dalok a műsorunkat, mely Varró Dani korszerű mondokáira épül, ezt felújítottuk, és az idén egy jó párszor el is játszottuk. Ott már igazából ez működött, hogy elkezdődött akusztikus világban a műsor, és a keményebb részek azok betorzultak, aztán visszajött az akusztikus lecsengés. Úgyhogy ez igazából működik, való igaz, hogy a technikai részében van egy kis idő, amit törekedni kell minél inkább leszűkíteni, mert kedves közönség nem kíváncsi arra, hogy az ember hogyan pakolgatja egy gitárt a helyére, hogyan cserégeti és hogyan hangolgatja minduntalan. Szóval való igaz, ez felmerül, és ezt kell megtanulni, jól kezelni. Egyáltalán hogy kérdés, tehát amikor először ugye egy kicsit rokkosra vettétek, főleg ez a mondokás történet, hogyan reagáltak a kicsik erre? Tehát egyébként szerintem már borítékolható, hogy nagy buli lett az egészből. Te is érezted ezt? Természetesen, de mondjuk a gyereknél ez szinte magától érthetődő, hogy egy ukulelével is lehet bulit csapni a körükben. Természetesen a felnőtt korosztálytól jött a kerekszemű visszajelzés, tehát a megdöbbenés, hogy wow, és egyáltalán, hogy gyerekprodukcióban ezt mi egyáltalán használjuk, egyáltalán elképzeltük azt, hogy legyen igen az erőteljesebb nótáknak legyen keményebb alapja. Hát amúgy ez úgy előre volt vezetve, mert volt a gyereknap környékén volt egy premierünk, ugye a dacoskodó animációs klippel, amiben azért előrevetítettük, hogy a kedves közönség nem csak gyermek, hanem felnőtt része is mire számíthat, vagy mire is számíthat. Úgy, ahogy egy költőnek költészete összességében ezer arca van, miért ne lehetne egy zenekarnak is. Itt teljesen megvan a pont, és ennek útján el lehet indulni. Orbán Ferenc, köszönjük az evilági részéről, hogy bejöttél stúdiónkban, köszönjük a dalt is, és a Pilinszky előtt való tisztelgést, és amíg megleptek valamivel, ígymét nyitva a stúdió ajtaj előttetek. Köszi, hogy bejöttél. Ígérem, hogy jövünk. Köszönöm szépen a nyitottságot. Friss FM Podcast.